Tavaly a tervezett 9 verseny helyett csak a magyarországi világkupa viadalt tudta megrendezni a Nemzetközi Szövetség. Jelen állás szerint idén is csak két alkalommal találkozhatnak a legjobb 19 év alatti kerékpárosok, akik közül sokan már profi szerződéssel a zsebükben érkeznek Nyíregyházára. A rendezvény keddi sajtótájékoztatóján Szabó Tünde sportét felelős államtitkár kiemelte, a háromnapos versenyen 12 magyar kerékpáros is ott lesz a mezőnyben. Nagyon fontos, hogy lehetőséget tudjunk kínálni a hazai versenyzőknek. Természetesen ennek az az eredménye, hogy a Nemzetközi Sportszövetség ideadja ezeket az eseményeket, hogy olyan garanciát is tudtunk nyújtani az elmúlt időszakban, hogy biztonságba helyeztük a sportolóinkat, szakembereinket, nézőket, sportszerető közönséget, és ennek az eredménye, hogy ma itt vagyunk, és a három napos eseményt 20 csapattal, 120 versenyzővel fogadhatunk. Mint Solymosi János versenyigazgató elmondta, a profi mezőnyben tapasztalathoz hasonló íramot diktálnak majd a kerékpárosok. Az U19-es korcsoportnak a világ legjobbjai lesznek itt. Tehát itt nem klubcsapatok indulnak, hanem nemzeti válogatottak, és minden ország, aki gyakorlatilag itt a pandémia alatt, és most az idei év az ilyen szempontból egy kicsit lazább, akarja indítani az U19-es versenyzőit, és mindenki ilyenkor a nemzeti válogatottaknál a legjobbak vannak itt. Tehát itt nem az van, hogy egy klubcsapat delegál egy akármilyen sort, hanem itt az országban a legjobb, minden országban a legjobbak indulnak. Én azt mondom, hogy az U19-es korosztályban a világ legjobbjait láthatjuk itt. Itt, ahogy a Zsolt szervezőtársam említette, itt nagyon megvan a lehetősége sajnos annak, hogy ezen a világkupán kívül még egy világkupa lesz, úgyhogy gyakorlatilag ez a verseny abban az adott korcsoportban és ebben a sportágban hihetetlenül felértékeli ezt a versenyt. A megyeszékhely polgármestere szerint a sportág népszerű a városban, és ehhez az infrastruktúra mellett hozzájárulnak a kerékpáros rendezvények is. Augusztus azért elég mozgalmas Nyíregyházán, de hát egy ilyen programra nem mondhattuk nemet. Különösen úgy, hogy ez a város, a mi városunk egy sport- és vendégszerető város. Ezt visszaigazolják a vendégek, az ide látogató sportolók is. És hát különösen a kerékpáros hálózatunk az elmúlt 10 évben nagyon sokat fejlődött, most már 80 kilométeres hálózattal rendelkezünk. Személyesen tapasztalom, nagyon népszerű a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárút, és azok a versenyek is, amiket az elmúlt években erre az infrastruktúrára tudtunk szervezni, a Bringaváros Bringa Piknik, és jöttek a nemzetközi versenyek, vagy a Tour de Hongrie, a V4-es, most másodszor itt van ez a nagyon fontos ifjúsági világkupa verseny, úgyhogy örömmel vagyunk házigazdái, azt tudom mondani ennek a versenynek, és remélem leszünk még a jövőben is. A verseny pénteken Nyíregyházán egy 3,8 kilométeres belvárosi időfutammal rajtol, szombat délelőtt Vásárosnamin rajttal, illetve céllal 89,9 kilométer tekernek a versenyzők, majd aznap délután Ibrányból indulva és odaérkezve 41,2 kilométer vár a mezőnyre. Vasárnap Nyíregyházáról indulva 108 kilométer megtételét követően a megyeszékhelyen zárul a verseny.